Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, jó magam is nagy tisztelettel és szeretettel szeretném megköszönni, hogy a ma délután minket választottak. Ezek a patinás falak már több mint 70 éve állnak, és mindig a bűvelődést szolgálták. És nagy öröm számomra, hogy megkerestek azzal a lehetőséggel, hogy kultúrára vágyó, művelődni akaró emberek töltsék meg itt újra ezeket a székeket. Megnyugtatásul közlöm, hogy én nem fogok énekelni, mert nincs olyan jó hangom, és én is kívánok a magam és a önkormányzat minden dolgozója nevében kellemes időtöltést. Köszönöm, hogy meghallgattak, jó szórakozást kívánok! És akkor lassan átadjuk a szót a zenének. Szeretném önöknek bemutatni a mai koncert rendezőjét, megálmodóját, művésztanárát, Tóth Pál Szilviát. Szilvia Ausztriában, a Grazi Zeneakadémiában végzett opera szakon, a hangfaja koloratúr szoprán. Munkája azóta is két országhoz, Magyarországhoz és Ausztriához köti. Rendszeresen koncertezik Európában, de hangját már hallhatta a Los Angeles-i közönség is. A fellépések mellett énektanítással foglalkozik. Az amatőröktől egészen a profikig hangképzést tanít, amiben a foniátria tudományát is belevezeti. Minden évben, 2006 óta minden évben 60 városában tart egy énekkurzust, amely egy ingyenes, ehhez hasonló, a maihoz hasonló záró koncerttel ér véget. Ez 2006 óta teltházas közönséget hoz a Nagy Endre rendezvényteremben. Ma este is egy nagyon komoly műsorral érkezett. Annyit még talán elárulhatok, hogy két részből áll a koncert. Első részében a Századelő, nagyon ismert, nagyon fülbemászó dallamai, a második részben pedig a 60-as évek csengő-bongó vidám slágerei hangzanak fel. Ennyi volt az én tisztem, és átadom a szót a ma este főszereplőinek. Köszönjük szépen Tóth Pál Ágnesnek! Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Felkészültek egy felhőtlen szórakozásra? Ugye jól fog esni? Úgy gondolom én is, hogy eljött az idő. Itt mögöttem látható egy kávéház, kérem szépen. Most az első részben visszautazunk az időben, a 20-as, 30-as évekbe, Magyarországra, és egy kicsit ide varázsoljuk, egy picit modern köntösbe is, csomagolva az akkori időszakot. Ez lesz az első részben, aztán pedig átváltozunk a 60-as évek kávéházává. Most pedig engedik meg, hogy megbemutassam a ma esti szereplőit. Egyegént hívom őket a színpadra, ha jól látom az elsőként, Urbán Dávid! Nem látlak. Dézsenyi Zsófi. Fábián, Anita, Alexandra. Urbán Dávid. Dézsenyi Zsófi. Fábián, Anita, Alexandra. Nemes Melinda. Dr. Apró Andrea. Cine Eszter. Csató Zsuzsanna. Tóth Révész Monika, Szentpéteri Vanda, Ambrus Beril, Fehérvári Kinga, Kósa Mihály, de nekünk csak Májki, Békefi Viktória és Feng Yao. Szóval nagy szeretettel felsorakoztunk, és elhoztuk a ma esti műsort, amelynek most nekikérünk. Kérem, hogy mindenki foglalja el a kezdő pozícióját. Jöjjön ez a kis zsibi kávéház. Na megvan minden. És hát bele is csapunk a közepébe. Hogy is volt ez akkor Budán? Mehetünk is neki. Legyen a horvát kedven Budán, szombaton este fény.
kiszól a színkörben a zene, ragyog a babám kész szép szeme, legyen a horvát kertben Budán, szombaton este fél nyolc után, mikor az első csillag kigyúl, kicsike babám, van itt János, valaki János, János legyen, benn a János hegyen, estére oda várom, nincsen, ő lesz az János nekem, nehogy álmos legyen, mert én azt ki nem állom, akkor is ő az. Jaj, Juli, szeretném hallani, szerelmet vallani, csak ez a kívánságom, János legyen, benn a János hegyen, estére oda várom. Jaj, Juli, szeretném hallani, szerelmet vallani, csak ez a kívánságom, János legyen, benn a János hegyen, köszönjük szépen! Ébredés, a királyfi oly kevés, és hogy jön,
maga jött, és az enyém, csak az enyém, csak az enyém. Nincs egyebem, csak a remény, csak a remény, a remény. Karika gyűrű ragyoghat a kezén, kacoghat gúnyosan ma még felé. Lesz maga jött, és az enyém. Tudom, hogy jutna minden álmát, vidám szívét emészti lász. Hiába járja még a tangót, s a pesgő gyöngye könny csupán. A bánat ezerszer jajgató, a sok-sok pohár után. Lesz maga jussz is az enyém, csak az enyém, csak az enyém. Nincs egyenem, csak a remény, csak a remény, a remény. Karika gyűrű ragyoghat a kezén, kacaghat gúnyosan ma még felén. Lesz maga jussz és az enyém, csak az enyém, az enyém. Olé!
sejtein. Ilyet én nem kapok, s ha ezért zokogok, tudom, sajnálnak az angyalok. Nekem nincs ebédem s vacsorám, csak egy fél kifli az uzsonnám, s közben jó édes krém illata száll felém. Jaj, de jó a habos sütemény. Édes lehet ez a krémes, mit a lányok esznek, de nekem nem vesznek. Ezért, hogyha álmodik a babszika, egy szín arany taxiba, beleül és a mennyekbe jár. Ott a mennyországi boltban van sok ezer torta, s nem kell állni sorba, sütemény csak annak szabad ennie, akinek a sercéje hatalmas és jó, nagyon kiáll. Jaj, de jó a habos sütemény, magyaró van az ő tetején. Ilyet én nem kapok, s ha ezért zokogok, tudom, sajnálnak az angyalok. Nekem nincs ebédem s vacsorám, csak egy fél kifli az uzsonnám, s közben jó édes fém illatál száll felém. Jaj, de jó a habos sütemény, jaj, de jó a habos sütemény, magyaró van az ő tetején. Ilyet én nem kapok, s ha ezért zokogok, tudom, sajnálnak az angyalok. Nekem nincs ebédem s vacsorám, csak egy fél kifli az uzsonnám, s közben jó édes fém illata száll felém. Jaj, de jó a habos sütemény. Tök talán
csinálták, mikor a táncokat, a szép lányokat kívánták. Wow, meg a rumba, döntöget rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem, épp ezért kell. Engem a rumba, döntöget rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem, épp ezért kell. Maga nős ember, vagy boldog, maga rossz ember, vagy jó, vagy a nőket pontos.
Hölgyeim és uraim, most egy nagyon különleges produkció következik, mégpedig step tánc. Igazi step cipőben, tehát aminek ilyen vasas az alja meg minden, és ez egy nagyon-nagyon komoly tudást igényel, tehát több éves step tanulás van emögött, amit most a hölgyek produkálni fognak, és tényleg nagyon különleges, nagyon büszke vagyok rájuk, nagyon sok munka van benne, és kifejezetten a ma estére készült. Minden produkció, de ebben még több munkát kellett fektetni, és nagyon szuper lett. Úgyhogy engedjék meg, hogy bemutassam önöknek a három hölgyet. Nemes Melinda. Cine Eszter. Hadd tegyem hozzá, hogy a ma este minden koreográfiáját Cine Eszter készítette. Kérek neki egy külön tapsot. És Tóth Révész Mónika. Izgatottan várjuk a produkciót. Indulhat a zene. Thank you.
hamut álcám szünden végig ér. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égve dobtak el. Voltam én boldog lángoló, bíbor piros ajkat csókra csábító. Most a szobámban magam vagyok én, s merenged a múltak ütemén. Hittem néked, s ezernyi csókban égett a nyár. Égen szívben azóta ősz van, már későre jár, az én időme jár. Hambodó kis fehér parázs, megremeg az éjben, úgy veri a láz. Nyugszik az álca a musperején, az ő sorsa pontosan enyém. Most a szobámban magam vagyok én, s merenged a múltak ütemén. Hittem néked, s ezernyi csókban égett a nyár. Égen szívben azóta ősz van, már későre jár, az én időm lejár. Kis fehér parázs, megremeg az éjben, úgy veri a láz. Nyugszik az álca a musperemén, az ő sorsa pontosan enyém. Pontosan enyém. Nem is tudja soha magától. Aki autón járni óhaj, előbb vizsgát tesz, hogy jól haj. Mert az úrvezető legyen ügyes, nem pedig egy ugri füles lépdább, mit ugrá. Azért ne hozzon lázba, ne tapos mélyen a gázba. Mert a szelepeid elszerelnek, össze-vissza kelepelnek rá, az egész váz. Kérdéses a bekanyarodás, kereket hibás, vagy valami más. És ha nem volt balesetet még, azt jelenti jó a fék. Aki autón járni óhajt, előbb vizsgát tesz, hogy jól hajt. Mert az úrvezető legyen ügyes, nem pedig egy ugri füles dipdáv, mit ugrás? Miért kell önnek tanulmány, az csupán csak koholmány, hogy egy lánynak minél előbb kell a sebesség. Érezni kell a nőnek, új szelít az időnek. Figyeljen rám, elismétlem, újból a leckék. Aki autón járni óhajt,
elvizsgát tesz, hogy jól hajt, mert az úrvezető legyen, hogy esten pedig egy ugri főleg zsibdább, mit ők rá. Uram, ne hozzon lázba, ne taposd mélyen a gázba, mert a szerepeid eszelelnek, össze-vissza kelepelnek, láz az egész váz. Kérdéses a bekanyarodás, kereket hibás, vagy valami más, és ha nem volt baleseted még, azt jelenti jó a fék. Aki autón nyárni óhajt, előbb vizsgát tesz, hogy jól hajt, mert az úrvezető legyen, hogy esten pedig egy ugri füles diptát, mit ugrálsz? Jobbra! Balra! Azirom, ne hozzon lázba, ne taposd mélyen a gázba, mert a szelepeid eszelelnek, össze-vissza kelepelnek, ráz az egész váz, ráz az egész váz, ráz az egész váz. Fék!
A kezemben a víz, s a kártyában bevág a kötre
lesz belőle tíz. Másnak a sok nő, mint az ölébe hull, de én bevágok tíznek közé, lesz belőle túl. Szürke nételen, mondhatnám nulla, ám a pekkem sajnos végtelen. Elhervad a fű a két lábam alatt, és fönt a fán az dalolják az összes madara. Fekete Péter öcsém, te kis ügye fogyod, ki a szerencse maradsz, fülét sose fogod, kinek a jobb keze van, jót sose hall, én itt a parton a hal. Hozzunk nagyon szekerén, te nem vagy szekeres, meg vagyon írva, a kezemben a víz, s ha kártyában bevágok, ötre lesz belőle tíz. Másnak a sok nő, mint az ölébe hull, de én bevágok, tíz nő közé lesz belőle.